A film nevéhez híven sziklákkal, na meg a főcímmel kezd. Ezután egy kihalt várost és egy benzinkutat látunk, amiről a halálos kitérő óta tudjuk, hogy semmi jót nem jelent. Majd megjelenik egy helybéli, és ekkor jövök rá, hogy az alámondásos verziót töltöttem le. A rohadt életbe. Itt hagytak a szarba. Az igen. Ezt követően egy lány is felbukkan, aki egy koszos szatyrot szeretne kajára cserélni. Az Ipse azt mondja, hogy mióta megjelent a környéken a nemzetőrség és a légierő, se kaja, se benzinszállítmányt nem kap, ezért le fog innen lépni. Ezt a jelenetet egyébként kétszer kellett megnézem, mert a narrátor miatt semmit nem értettem belőle. Azt mondta, hogy azt mondom apádnak, hogy elmentél, nyakon vág. Ekkor zaj szűrődik be kintről, és mivel a fószer azt hiszi, hogy a nemzetőrség az, elbújtatja a lányt. És azt mondja neki, hogy... Zárd magadra a kulcsot! Mi alatt a csaj magára zárja a kulcsot, kiderül, hogy csak egy család szeretne tankolni. Kutasbának meg elég komoly köldöksérve van. Anyuka elmondja, hogy épp Los Angelesbe tartanak, de hallották, hogy a környéken van egy régi ezüstbánya, amit meg szeretnének nézni. A pasas azt tanácsolja, hogy ne menjenek arra, inkább folytassák az útjukat. A kutya is jelzi, hogy van itt valami tényállás, na gazdái csak legyintenek rá, majd tovább hajtanak. Ezt követően valami torzombor szalad át az egyik pottyantóstól a másikig, aztán felrobbantja a kutas fickó autóját. A szarba az egészen. A család ez alatt a bányát keresi a térképen, de helyette egy légitámaszpontot és egy nukleáris kísérleti telepet találnak. Ekkor egy vadászgép húz el felettük, de nem ettől, hanem egy nyuszitól szenvednek balesetet. Ennek egyikük annyira örül, hogy dob egy szaltót. A mutatvány egy helybélinek annyira megtetszik, hogy ő is a művész karriert választja. A produkciója pedig a száraz faággal homokba rajzolás. De egy rövid intermezzó után rájön, hogy még ehhez sincs tehetsége. A fater és az idősebbik lányának férje elindulnak segítségért. A papa előtte ad egy pisztolyt a fiának, Bobinak, és még egy laza imádság is belefér. És a harmadik napon Isten megteremtette a Remington gyorstüzelőt, hogy lelőhessük a dinoszauruszokat és a homoszexuálisokat. Ámen! Nem sokkal később a család egyik kutyája elszalad, Bobby meg utána, de már csak a tetemet találja meg. No, meg egy ijesztő bokrot, amitől futásnak ered, végül megbotlik és elájul. Longbottom rosszul tette fel a fülvédőt. Nem, tanárnő, simán elájult. Megyre megy. Hagyjátok ott. Fater addig visszaér a kúthoz, ahol az öregép felakasztja magát. Bob megmenti, amiért az cserébe elmondja, hogy a tesztrobbantások miatt sugárzás érte, és ezért torz gyereke született. Aki nem csak ronda, de erőszakos is volt, ezért kirakta a sivatagba. De az ahelyett, hogy jó gyerek módjára meghalt volna, inkább pofátlan módon felnőtt. És ekkor támad egy farkas ember. Ez meg mi a fene volt? A támadó persze nem egy likán, hanem maga a mutáns porongy, aki épp ezt a pillanatot választotta ki arra, hogy bosszút álljon szülő atyán. Bob, hogy levezesse a stresszt, elmegy kocogni, de infarktust kap és összeesik. Ezt követően Doug visszaérkezik a lakókocsihoz, és hozott magával egy tekercs kábelt. Hát az hasznos lesz. Egy kis hagymán megfuttatva, már kész is a vacsora. A film elején látott nő és indián ősanyja azonban a kutyahúsra esküszik. A mama meg vajon tudja, hogy ráfeküdt egy mosómedvére? Ez alatt Bobby a másik kutya nyűszítését követve megint elesik. Már megint bénázol, Longbottom. Semmi baj, jól vagyok. Amíg a srác távol volt, egy újabb mutáns pasas jelent meg. És nézd már, ez az öreg Michael Berryman a Maskmaker című filmből, ami a harmadik Roald Dahl epizód volt. Ez meg már a 158. Te jó ég. Váratlanul lángnyelvek csapnak fel a közelben, majd kiderül, hogy a fater heveskedik ott keresztre feszített állapotában. Van rosszabb is. Hogy érted azt, hogy van rosszabb is? Mondjuk leszúrnak. Leszúrnak? Az egy pillanat. A kereszthalál órákig tart, az egy szörnyű, lassú kínhalál. De legalább a szabad levegőn vagy. Ekkor még egy szörnyszülött bukkan fel, aki megeszi a papagájt. Majd a babát is megcsócsálná, de ehhez a lányoknak is lesz egy-két szava.
bár az zsákos pronyó hamar beléjük folytja. Aztán elszalad. Valahonnan előkerül még egy mutáns fajzat, és a beszélgetésből kiderül, hogy ezek mind a farkasember gyermekei. Ezek szerint a szőr nem genetikai úton öröklődik. Szerencsére az újonnan felbukkant testvér azonnal le is bukkan, így legalább őt nem kell bemutatnom. Másnap a Torsz família egy csomót szaladozik. Ez a kutyát annyira idegesíti, hogy a kopaszabbiknak átharapja az Achilles-inát. Ezen a fater annyira berág, hogy megkéri Frodót, hogy ölje meg a babát. De a lány helyette egy malacot ad oda neki, a gyereket pedig visszaadja Dagnak. Ez alatt a kutya befejezi, amit korábban elkezdett, és ekkor kezdetét veszi egy ultra rövid boss fight. Ultra rövid boss fight. Brenda és Bobby az anyjuk hulláját felhasználva csapdát állítanak a szőrmedvénynek. Az bele is sétál, és mégiscsak hasznosnak bizonyul a Dag által hozott kábel. De még hasznosabbnak az a két gázpalac, amivel a testvérek felrobbantják a fickót. Majd Baltával és egy pár tölténnyel juttatnak némi vasat a szervezetébe. A többiek addig a bongyorral bénáznak, aminek végül egy csörgőkígyó vet véget. És úgy tűnik, hogy a filmnek is. A szarba az egészen. A film azzal kezd, hogy megpróbálja elhitetni velünk, hogy valós történeten alapszik. Ez az alap egyébként Angliában történt a 16. században, és sosem volt érdemben bizonyítva. A szöveg maradéka összefoglalja a korábbi film eseményeit, miszerint egy család eltévedt a sivatagban, ahol sugárzástól deformálódott kanibálok zaklatták őket. Ebben a pozitív hangulatban hasítsunk is bele az epizódba. Let's roll! Ezt követően az előző film egyik túlélőjét, vagyis Bobbyt látjuk, aki épp a pszichológusnak meséli el a történteket. Ez alatt egy állarcos csóka tör be egy csajhoz, de kiderül, hogy ők valójában egy pár, és a lány apja miatt kell settenkedniük. Ezután megismerjük a többi hullajelöltet is, akik egy versenymotort bütykölnek. A vas érdekessége, hogy a tankja ketté van osztva. Az egyikben hagyományos üzemanyag, míg a másikban Bobby spéci krémragacsa van. Ipiapacs krémragacs! Butters krémragacs! Maradondó, nem romlondó és incsiklondó! Nem sokára egy újabb motoros is érkezik. Hát sok sikert a versenyhez! Bobby annyira ki van, hogy ő nem tart a többiekkel, és igazából ennyit volt hajlandó hozzátenni a filmhez. Helyette egy másik túlélő csatlakozik a társasághoz, a kutya személyében. Útközben rájövünk, hogy a csapat egyik tagja az nem más, mint a toprongyos nő, aki szintén a kanibál család tagja volt, de az első rész végén átállt hőseink oldalára. Őt egyébként Rubinak hívják, de most Rachel fedő néven fut. Rachel! Ezt követően kiderül, hogy hőseink késésben vannak, mivel most volt az óraátállítás, és erről valahogyan mindannyian megfeledkeztek. És nehogy azt higgyétek, hogy viccelek, tényleg ez a sztori. Hogy időben odaérjenek a versenyre, tesznek egy halálos kitérőt balra. Kisvártatva el is érnek egy táblához, amin el van írva a welcome felirat. Magam sütöttem, én írtam rá. Az út annyira rázósnak bizonyul, hogy a buszból elkezd folyni a benzin. A csapat ezért betér egy régi bányatelepre, hát ha találnak ott némi üzemanyagot. Mondjuk ez szerintem nem benzinbánya. Üzemanyag az persze nem jön szembe, de egy kopasz kanibál az első részből, az igen. A két testvér kisvártatva összetalálkozik, de a kutya félbeszakítja a cserepatét. Mert hát meddig lehet egy vérebbel vitatkozni, amíg félbe nem szakít. Rachel ezután szint vall, és elmondja, hogy régen ő is a kanibál családtagja volt, de az különösebben nem érdekel senkit. Ezután az is kiderül, hogy a kanibál, akinek egyébként Pluto a neve, ellopta az egyik motort. A többiek a nyomába erednek, de egyiküket elkapja egy kötél, így lemarad. A másik nem sokára utoléri a tolvajt, és pokoli hírig veszi kezdetét. Ez alatt a korábbi fickó ismét talál egy kifeszített kötelet, de tanult a hibájából, így elkerüli a csapdát. De az aláhulló szikladarabot azt nem vette észre.
Ekkor megjelenik egy újabb torz alak, aki kiszabadítja cimboráját és kiüti a motorost. Ezután leszáll az este, és most veszem észre, hogy a szőke lány az vak, pedig egyáltalán nem úgy viselkedett eddig. Ez alatt ketten járőrözni mennek, hám ekkor hozzájuk vág valaki egy motort. Azzal el akarnak menekülni, de Rachel leesik róla. Mikor a srác visszamenne érte, kap egy bazi nagy nyilvesszőt a mellkasába. Leveled jött, uram! Cass, akinek a pulcsiján egy csomó A meg B betű van, bemegy a lakókocsiba, ahol van egy döglött állat. Amit valamiért közvetlen közelről sem tud kiszagolni, pedig a korábbi jelenetben arról beszélt, hogy mennyire kiélesedett a többi érzéke. A néger csóka addig kiengedi a kutyát, aztán meg elhalálozik. Váratlanul az áram is elmegy, és a kaszásnak nevezett kannibál, akinek egyébként egyértelműen látszik, hogy egy műpúp van a fején, elintéz egy-két feláldozható karaktert. Ezután a két tesó újra találkozik. Pluto elmondja, hogy a kaszás az tulajdonképpen a nagybátyjuk, de ezt az infót a kutya sem értékeli túl sokra. Rachel ezután elájul, a korábban halottnak hitt motoros srác, vagyis Roy, pedig magához tér, így kiegyenlítődik az ájultak és észnél lévők aránya. És ezt az arányt az sem borítja fel, hogy a kutya lelöki a kanibál csókát a szakadékba. Vágás közben vettem észre, hogy az idomár azóta adja ki a kutyának a parancsot a támadásra, a csíkos sapkájában. Az igen. Na vissza az epizódhoz. A műpupú ipse addig a vaklányt molesztálja, és attól tartok, hogy ez már a boss fight lesz. Boss fight van. Cass lemászik a bányába, ahol annyira sötét van, hogy nem csak ő, de mi sem látunk semmit. A lány fejbevágja üldözőjét egy üveggel, ami még jobban kihangsúlyozza a masztmesteri munka hiányosságait. A csaj egy kötélen keresztül kimászik a felszínre, ahol összefut Royjal. A fiatalok ezután Bobby genyójának segítségével csapdát állítanak a kaszásnak. De olyat, hogy azt nem fogjátok elhinni. A kelepce abból áll, hogy egy csík benzint begyújtanak az ipse körül. Cass elszalad, még mielőtt a kör bezárulna, és némi kötél meg egy nagy kő segítségével a srácot is áthúzza a tűzön, amin egyébként simán át lehetne lépni, vagy akár átugrani. Mi történik itt? A torzomborz azonban elfelejti, hogy van lába, ezért bennég a buszban. Aztán mégiscsak rájön, hogy tud futni, de ekkor meg beesik a bányába. Biztos ott szeretne elszenesedni. Hát gyerekek, ilyen jól átgondolt boss fightot se sűrűn látunk. A film elejé feliratokból kiderül, hogy az USA jó pár nukleáris kísérletet hajtott végre. Ennek megfelelően a Falloutban találjuk magunkat, ahol egy szupermutáns leszüreteli a reggelinek valót. És már jön is a főcím, ami alatt retro zenére összevágott archív bombarobbantásokat látunk. Aztán Ron Perlman elmondja, hogy War. War never changes. Én meg erre azt felelem, hogy let's roll. A sztori egy szakadt benzinkúttal kezdődik, ahol egy jobb sorsra érdemes malackát kikötöttek egy autóroncshoz. Csak nehogy Mici Mackó eljöjjön kiszabadítani. A benzinkutas csóka zajt hall, ezért egy hangdetektor shotgunnal indul annak felkutatására. Az ipsét annyira érdekli, hogy mi lehetett az, ami megzavarta a Siestában, hogy átmegy egy lezárt területen, majd egy bányába is benéz. Igen, egy érdekes hang lehetett ez, hogy a fél délutánt rááldozta. Amíg el volt, itt járt a UPS futár, és mivel nem szeret csomagokat kiszállítani, megvetése jeléül lekúrta a küldeményt a verandára. Ekkor egy család érkezik a kúthoz, akik Kaliforniába tartanak. Persze ezt mi már jól tudjuk, a film 1977-es változatát összefoglaló epizódból. Mielőtt elindulnának, a csóka elmondja, hogy Kalifornia légvonalban igencsak messze van, de ő ismer egy rövidebb utat a dombok között. Ebben egyébként különbözik a film az eredetitől, mert ott a jóra való rednek azt tanácsolja a családnak, hogy ne térjenek le a főútról. De a jelenlegi ipse az a belterjes fejű, gonosz kutasbácsik táborát erősíti.
Ezután a lány káromkodik egyet unalmában, mire a fater elmondja, hogy biztos a tévéből tanulja ezeket a csúnya szavakat. A csaj erre azt válaszolja, hogy... Ez csak egy műsor, ettől még k***ra nem fogok káromkodni, b***sza meg! Jaj, de jó, kezdődnek a hírek! A többiek addig arról beszélgetnek, hogy ők is mennyire unják ezt a nyaralást. Hát akkor van egy jó hírem a számukra, mert épp most indulnak be az események. A család áthajt egy szöges útzáron, amitől balesetet szenvednek. A család feje, vagyis Nagy Bob elmondja, hogy eltört a tengely, ami miatt totál káros lett az autó. Doug erre megkérdezi, hogy azért javítható-e? Szerinted? A papa ezután kiosztja a stukkereket, Doug felesége Lynn pedig kiszúr egy gyanús csillogást az egyik dombon. De arról nyilvánvalóan nem szól a többieknek. Mielőtt a fiúk elindulnának, elhasználnak némi manapontot, és áldásért imádkoznak. Ó, urunk! Vezérelj minket, amikor megkeresük és levadásszuk ezt a nyomorult istendelen férget. Adj erőt, hogy mindent elpusztítsunk, ami az utunkba kerül, és sérüléseink ne érjenek csontot. Amen. Amen! Az imát követően Bob balra indul, Doug pedig jobbra. Pedig korábban elmondták, hogy Doug demokrata, így neki kellene balosnak lennie. A hátrahagyott család zabálásba folytja bánatát, majd Brenda kinyitja a lakókocsi ajtót, szabadjára engedve a kutyákat. Bobby utánuk iramodik, majd rájön, hogy a szikláknak nem szeme, hanem piros kapucnis pulóvere van. Ezután talál egy kutyára nyomokban emlékeztető preparátumot, amitől annyira megijed, hogy elájul. Ekkor megismerünk kettőt a kanibálok közül. Az egyik Pluto, akinek a gyengéje a kutyahús. Biztos innen a neve. A másik meg Ruby, aki a családtól ellopott kulcsiban pironkodik. Doug addig elér egy kráterig, amit a helyiek roncstemetőnek használnak. Aztán az egyik kocsiból ellop egy macit, mert ez a leghasznosabb tárgy, ami egy roncstelepen fellelhető. Fel vagy véve. Baszki. A kráter egyébként egy a sok közül, mert hogy a kormány itt tesztelte az atombombákat. Bob addig elér a kútra, és szeretné megvásárolni a sarokban található kaktuszokat, de sehol nem találja az eladót. A csomagra azonban rábukkan, amiben lopott szajré van, így leesik neki, hogy direkt csalták őket tévútra. A falon található újságcikkekből arra is fény derül, hogy volt itt pár bányász család, akik a nukleáris tesztek ellenére sem akartak elköltözni. Közvetlenül a cikkek mellett pedig egy halálos kitérő DVD van. Ezután csak előkerül a benzinkutas, és bűntudata jeléül szétlövi a saját fejét. Bob ekkor lenyúlja az ipse autóját, de a hátsó ülés tele van egy darab mutáns kanibállal. Ez alatt Brenda rátalál Bobira, aki valamiért ebben a filmben sem mondja el a többieknek, hogy mi történt a kutyával, csak majd ha már túl késő lesz. Doug visszaérkezik a roncstelepről, és a maci mellett hozott egy teniszütőféleséget, meg horgászbotot is. A srác ezután kiszellőzteti a büdös lábát, meg pofán villangatja a mutért. A tesóját azonban nem ő, hanem Pluto világosítaná fel. Hogy ne derüljön fény a tevékenységére, felgyújtja a keresztre feszített Bob bácsit. Ez alatt egy Lizard nevű torzomborz is csatlakozik a mókához, aki inkább magáénak szeretné a lányt. A sikításokra Lynn és a muter is visszasiet a lakókocsihoz, de gonoszék mindkettőjüket lelövik. A mutánsok ezután lelépnek és a Bobát is viszik. Na meg a ropogtatni valót. Ezután egy újabb jószándékú helybélit ismerünk meg, de a megmaradt kutya olyan gyorsan elintézi, hogy kár is kiguglizni a nevét. Amúgy pont ez a neve. Majdnem. Doug ezután átmegy Mad Max-be és keselyüket zaklat. De a kutya elrángatja onnan, hogy hagyja már szerencsétlen elkolcsosult dinoszauruszokat, és menjenek el inkább Cserevárosba, ahol csak egy szabály van. Jogsértésért csarcskerék! Jogsértésért csarcskerék! A városban megtalálja gyermekét és a nyugdíjba vonult Horn Gyulát. A babára azonban egy parókás mama vigyáz, és hát elég jól végzi a dolgát. Doug ezután egy hűtőládában találja magát, ami nem hűt, de láda. Miután kiszabadul, talál egy csepp folyós X-ment, de mielőtt lekezelné fatestápolóval, berobban a köztudatba Pluto. És ezzel kezdetét veszi a boss fight. Boss fight. Doug leszúrja Plutót, érdekes módon a baseball ütővel. De az nem vámpír, így nem hatják meg a fakarók.
Na de az amcsi zászló, meg a szekerce már betesz neki. És ha már Doug így belejött a fejszélésbe, gyúr a fejét is széllyel felé. A kutya meg a folyékony elvtársat pépesíti még jobban össze. Fogas Feri ez alatt ki akarja nyírni a babát, de Rubi kicseréli azt a malacra, akinek meglepő módon nem csapják le a fejét, így kiérdemel egy Roldemol túlélő díjat. Jupiter papa, akinek túl sok szerep nem jutott ebben a filmben, a pecabotos riasztórendszer ellenére ellopja Mutter hulláját, csámcsogási célzattal. Ezután Bobit üldözve eljut a lakókocsihoz, ahol Gyufa és némi gázpalack segítségével új külsőt kölcsönöznek neki. Rubi ez alatt visszaadná a gyereket az apjának, de Feri ez iránti ellenérzéseit a szekes utcárral fejezi ki. Doug pedig a shotgunnal fellebbez. Persze a fickó visszajönne még egy körre, de azt Rubi csírájában elfojtja. Brenda meg ugyanezt teszi Jupiterrel. Doug visszatér a családhoz, ezzel beteljesítve Csereváros másik egyetlen törvényét. Kettő megy be, egy jön ki! Kettő megy be, egy jön ki! Kettő megy be, egy jön ki! A szikláknak még mindig szeme van, de ezúttal utoljára pislogják be velük a körletet. Ha csak nem dolgozzák fel újra a filmet. A kockák mögött azt nem látjuk, hogy egy lekötözött nő torszülött babának ad életet, majd rögtön ezután kinyírja őt egy mutáns. Hát ha végig ilyen jelenetek lesznek, akkor nevezzük át az epizódot a kockák háborújának. A feliratokból kiderül, hogy az első részben elkövetett mészállás miatt kivezényelték a sivatagba a hadsereget, és valamiféle megfigyelőrendszert is felállítottak. A rendszer tesztelésébe azonban beletrollkodnak mutánsék, akik mutánsabbak, mint valaha. Ezután Kandahárban találjuk magunkat, ahol támad egy kandahári démon, de ekkor kiderül, hogy ez csak egy gyakorlópálya az újoncok számára. Az egység szánalmasan teljesít a kiképzésen, ezért a hadsereg úgy dönt, hogy nem kár értük, és őket küldik ki a sivatagba meghalálozásra. Na ebben a pozitív szemléletben hasítsunk is bele az epizódba. Let's roll! Mikor hullajelöltjeink megérkeznek a bázisra, rájönnek, hogy a megfigyelőrendszert tesztelő személyzet szőrén szálán eltűnt. Ezután látnak egy villogó fényt a dombon, és a korábbi epizódból tudjuk, hogy az semmi jót nem jelent. Az osztag megy, hogy kivizsgálja a jel forrását, de ketten a táborban maradnak. Az egyikük megpróbál rádión segítséget kérni, a másikuk pedig büntetésben van, amiért visszapofázott az őrmesternek. Villám Shakespeare, Sekes Espeare! Fönök az avarja fogsora, vegye ki a... A felderítő csapat egyik tagja alatt beszakad a föld, mert torzomborzék mindenhovájukat ástak. Hát unatkoztak, na, nem nagyon van mit csinálni a sivatagban. Na most képzeljük magunkat a helyükbe. Péntek este van, és nem kefélhetünk, ráadásul még csak nem is matyizhatunk. Homok van a szemünkben, a seggünkben is. Hát mondjak valamit, én is kurvára fel lennék húzva. A táborban maradt fószer a strázsálás helyett inkább szarik egyet, de egy klotyóból kibújó kéz megpöcköli a heréit. A pöcögtetőt kiszedik a tartályból, hát mielőtt elmondhatná, hogy mi történt vele, meghal. És valaki még egy welcome molotov koktélt is hozzávág az autóhoz. A csaj ezután a többiekhez indul, a pasas viszont a rádión próbálkozik. Ekkor kiderül, hogy az utóbbinak volt igaza, de a lányt megmenti a táborba visszaérkező lyukba esett fickó. A mutáns eltűnik, majd felbukkan, aztán újra eltűnik, de ezúttal a pasast is viszi magával. A dombot meghódító csapat újabb jelzést lát, mire az őrmester azt mondja, hogy... Halló! Szávasztok! Ezután az osztag még tovább oszlik, mert eldöntötték, hogy nem szeretnék túlélni a filmet. Hogy igazam legyen, jön is egy torszülött, de helyette az őrmestert lövik le. Akit rendre Sarge-nak hívnak, ami szerintem az angol Sergeant, mint őrmester rövidítése akart volna lenni. Sarge! Basszus, Sarge! 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 Én ezt nem akartam. De mit? Sarge! 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 Ezután az őrmester hulláját rákötözik a gyilkosára, majd leeresztik őket a szakadékba, de a mutánsokban van annyi jó érzés, hogy elvágják a kötelet, így a fickónak nem kell túl sokáig együtt élnie bűntudatával.
Ezt követően megtalálják a tábor korábbi vezetőjét, aki elmondja, hogy a helyiek, akik nem voltak hajlandóak elköltözni innen, a bányákba menekültek, és a kísérletek során felrobbantott atombombák sugárzása miatt torzultak el. Azt is elmondja, hogy a mutánsok nőket rabolnak és tartanak fogva szaporodási célzattal. Ezután azt is megmutatja, hogyan lehet a leggyorsabban lejutni a hegyről. A brigád ezután Charlie-nak használja a csajokat, így sikerül kinyírniuk az egyik elmerott gyantat. Az egyik lány a sikeres akciót követően elmegy, hogy kiürítse a vastag belét, ám ekkor jön a lény a Fantasztikus négyesből, és a bányába cigöli őt. A többiek utána mennek, de egyikük annyira berezel, hogy otthagyja a társait, és inkább megpróbál lemászni a sziklafalon. Amíg ezt megbeszélik, legalább 6-szor hangzik el az, hogy öreg. Mi lejuthatunk, öreg? Mi könnyen lejutunk kötél nélkül, öreg? Én mégis megpróbálom, öreg. Maradj itt, öreg. Ez baromság, öreg. Inkább ez a baromság, öreg. A csapat ezután talál egy faszakis csúszdát, úgyhogy felfüggesztik a mentőakciót, hogy kiszórakozzák magukat. Falmászó Frigyes addig nekiveselkedik a szakadéknak, majd beérkezik egy alagútba, de az nem igazán tetszik neki, ezért tovább mászik. Ez súlyos hibának bizonyul, mert fekélyképű Feri levágja a karját, majd a mélybe taszaintja őt. A hegy gyomrában egy vizes pályára érnek hőseink, de itt kettejük alatt beszakad a talaj, így a szakasz ismét kénytelen ketté válni. Mutánsék addig megkezdik a babagyártást, mert nem szeretnék visszafizetni a bányára felvett falusi csokot. A lény ez alatt a másik csajra is rámozdul, de széllyel csapkodják a fejét egy sziklával, ami egy kőből készült szuperhősre nézve szégyen. Na most jön a bunyó! Ekkor megjelenik a legokosabb mutáns, de az nem lát a szemüvegétől. A két flótás addig hátrál előle, míg beesnek egy szobába, ahol egy békés helybéli fogadja őket. A másik két társuk elintézi Pápa Szemet, majd csatlakoznak hozzájuk. Quasimodo a konyhába viszi a megmaradt hullajelölteket, ahol az egyikük meghal egy korábbi sérülés miatt. A helység egyébként tele van dinamittal, mert anélkül nem lehet jó pörköltet főzni. A láda azonban hozzá van kötve valamihez, ami úgy néz ki, mint egy távíró, és az felrobbantja a dinamitot cipelő űrgét. A maradék két katona a bányából átmegy egy régi atombunkerbe, ahol a próbababák között egy újabb delikvens rejtőzik. De azt a csaj szinte azonnal elintézi. Ezt követően megtalálják az időközben megtermékenyített társukat, és ezzel kezdetét veszi a boss fight. Boss fight. Hőseink elcsalogatják a lányt őrző kanibát egy mobiltelefon segítségével. De az nem sokára visszatér, és enyhén túlreagálja, hogy átverték. Elkezdi folytogatni a szőke csajt, de egy vasrúd és némi agyban turkálás jobb belátásra téríti. Persze visszajönne még egy körre, de azt pár töktepesztő kalapácsütéssel és egy jól irányzott bajonettel csírájában elfojtják. A túlélők végre elhagyják a hegy területét, ám ekkor a megfigyelőrendszer segítségével egy mutáns kéz megfigyelést végez rajtuk. A történet pedig egy kellemes rockzenével ér véget, hogy azt higgyük, hogy egy jó filmet láttunk. Na jó, nem volt ez olyan rossz. Azt se tudja, mi az, hogy opera, mi? Dehogy nem, most ugyan még tényleg összetévesztettem a siklóval. Az a vipera maga ütője.